Már otthon szerető kezek és mancsok között gyógyul a népszerű pécsi állatfarm kutyája. Toruk a múlt héten mérgezés áldozatává vált, amikor egy ismeretlen bedobott egy darab méreggel átitatott ételt a ranch udvarára. Néhány napig infúzióra kötötték egy állatkórházban, azóta már hazakerült és sokkal jobban van, de folyamatosan felülvizsgálják az állapotát. Ugye most azóta, mióta megtörtént ez a mérgezés, ez a harmadik laborvizsgálat, ami azt mutatta ki, hogy szépen javul Toruk állapota, viszont még sajnos nem minden működik tökéletesen, tehát ugye a vérlemezek száma még nem elegendő, úgyhogy még továbbra is kapja az injekciókat, illetve a gyógyszereket. Toruk az eset óta rengeteget fogyott, mondja Fejes Rózsa. A háztartási kekszen kívül nemigen fogad el más ételt, ezért is gyengélkedik még. A ranch tulajdonosa azonban úgy látja, hogy már sokkal jobban érzi magát az ebb. Én bíztam benne, hogy talán mostanra már teljesen jó lesz. Sajnos a labor eredmények még nem ezt mutatják, viszont az nagyon jó jel, hogy újra elkezdett játszani a többiekkel, kint van, bohóckodik, mondjuk sokat fekszik még mindig, de most már újra kezdem visszakapni azt a kutyust, aki volt, ezt a nyílt szívű játékos és mindenkit szerető aranyos nagy mackót. A kutya szervezetében még nem elegendő a vérlemezek száma, de ezt injekciós, gyógyszeres kezeléssel igyekeznek helyrehozni. Azt pedig, hogy milyen méreg lehetett az ételben, nem tudni.